Több hirtelen fordulatot is tett az Egypter járata, mielőtt zuhanni kezdett és eltűnt volna a radarról. A CNN görög forrásokra hivatkozva csütörtökön arról számolt be, hogy a gép 90 fokot fordult balra, majd 360 fokot jobbra, miközben 11.300 méteres magasságból nagyjából 4.600 méterre zuhant. Az utasszállítót végül nagyjából 3.000 méteren vesztették el a légi irányítók. Az esetet követően egyetlen terrorszervezet sem jelentette be, hogy ő állna a háttérben. Érsekem Zoltán az Echo Televízió Híróra című műsorában csütörtökön már arra hívta fel a figyelmet, hogy elképzelhető, hogy a mostani esetre jó ideje készültek a terroristák. Az mindenképpen nagyon érdekes, hogy ugye ezzel a légitársággal, az Egypterrel március végén volt egy érdekes képeltérítés, amikor egy úgymond szerelmes tanár elvitte az egyik belföldi járatot és Larnakába szállt le, egy olyan mellény volt rajta, ami, mint később kiderült, nem bombákat tartalmazott, de ott azzal fenyegetőzött, azt se tudjuk, hogy ezt hova tegyük, esetleg valami próba volt, vagy tényleg csak az a szegény ember az meg volt bandulva. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő ezzel párhuzamosan arra hívta fel a figyelmet, hogy a technikai hiba lehetősége egy olyan géptípus esetében, amely már 27 éve teljesít szolgálatot, igen csekély. Éppen ezért nagy valószínűséggel terrortámadás történhetett. Nógrádi György kiemelte, ez esetben pedig a reptéri ellenőrzésnél a franciák hibázhattak. A repülőgép egy körutat tett, tehát Párizs előtt több észak-afrikai országba leszállt. Ezzel együtt, ha kiderülne a terrorcselekmény, a felelősség a franciáké, hiszen nyilvánvalóan a gépet Párizsba át kellett vizsgálni, föl kellett tölteni, tehát ha bármi történt, a franciákat terheli a jogi, a pénzügyi és minden egyéb felelősség, és ez akkor, amikor néhány nappal vagyok a labdarúgó Európa bajnokság előtt és a Tour de France előtt, akkor ez egy rendkívül rossz üzenet. A gép csütörtöki eltűnését követően a francia belső elhárítás vezetője jelezte, már egy hete figyelmeztetést adtak ki, miszerint az iszlám állam újabb támadásra készül, amit az eddigiektől eltérő formában fog végrehajtani. Patrick Calver elmondta, a terrorszervezet célja, hogy folyamatos pánik hangulatot tartson fenn.